Nem is szaporítom tovább a szót, következik Gregory Kozma Gergely, aki Írországban látott először tiszta vonatot. Good evening, ladies and gentlemen. I'm going to perform stand-up comedy here, just in case. Elnézést kérek, Gergő még az időeltolódás miatt angolul beszél. Megpróbálunk rávenni, hogy magyarul szólaljon meg. Mr. Kozma, please, speak in English. No. Talk Hungary, because it's Hungary. Understand? Thank you. Yes, again, I understand. Thank you very much. Please go on. Igen, tehát Írország csodálatos hely. Sajnos én Dublinban lakom, az egészből semmit nem látom. Bár bizonyára Dublin is egy csodálatos hely, mint annak a 3 millió drogosnak egy piásnak, hogy jól lehet. Egyszer anyukám olvasott, vagy nem nézett nagyon jó műsort, vagy író, ez volt a cím, Írország tisztaság. Na most, aki készítette a műsort, az vajon sosem járt Írországban, vagy iszonyat sokat ívott. Na minden esetre a fű az tényleg zöld, a víz az tényleg kék, a fű a sok hányással, a víz pedig a sok egyszer tudom belőle. Nem messze tőlünk, ahol egy folyó hát leedzik, még a magyar köszönjük nem sikült. Újra kívánom magamban. Szóval egy folyó szeri ott ketté, és hát rengeteg minden található a folyóban, tehát egy ilyen vízhalti Tesco, tehát egy van benne, de tényleg minden bicikli, babakocsiba van ilyen, gondolom. Már egyszer láttam egy babakonyát. Na mindegy, ebben nem tudom, de... szóval én arra gondoltam, hogy hát ez egy szörnyű. Tehát mióta ilyen anyag, és a halk? Tudni kell Írországról minden fordítva. Tehát, hogy például a villanykapcsolat lefelé kell megnyomni azt, hogy felkapcsolod a villanyt. Én mind a mai napig, amikor 9 hónapja lakunk, mind a mai napig úgy állok ott a villanykapcsolat, hogy... És néha eltalálom, néha nem. Aztán a víz csak, tehát... Írek. Van egy külön, két külön, csak a kurva hideg, és kurva meleg. Két külön csak. De csak úgy miért nem se felsen kezdett más, mint ez. Mert ez az érek van, ez a baj. Ja, van keverő. De az érek, hogy milyen a keverő. Ahogy folyik a vízsugár, nem tudom, hogy csinálták. Az egyik oldal a kurva hideg, másik kurva meleg. Tehát, szóval technikai is ennyi azok, próbált ők tanulni, de nagyon mondtam meg valahol, hogy nem érdemek. Aztán, ugye nem lehet cigizni a kocsmákban, tehát hol cigiznek az utcákon. Tehát, hogyha én friss levegőt akarok színűt bekerülni a kocsmában. Na most én a 9 hónapot, azt hát kocsmában töltöttem, lehet mondani. Végülis, hogyha igazából az a jobb ember, hogy ugye én nem cigizek, de ha cigiznék, akkor anyám a dolog, hogy kimegyek a belvárosba, és 10 cigit elszívtam egy cigit. Most be kell néznem, de én nem akartam. Jaj. Arra fogok most beszélni, hogy mennyire csúnyák vagyok. Viszont. Remélem nem zavar, hogy én is a csajok buknak rá, külföldi. A baj csak az, hogy csak is kurva csúnyák. Miért felejtem el ezt mondjuk, pedig ezt egy nyilván. Hihetetlen. Megyünk az utcán, és te csak annyit lehet látni, hogy egy csaj, kurva kilométeres egy könyv. Én 200 arra vagyok itt. A csajok nyerik a távköpést. A Magyarországon. Tehát ez egy
egy fontos dolog. Hogyha egy szép lányat, szép lány megszólítasz magyarul, szinte tudja, hogy magyarul válaszol. A tengerparton egy-egy vasút. Ez nem egy vers, ez a valóság. Úgy hirdetik magukat, hogy tengerpart mellett emelni a vasút, hogy mi szép minden. Nagyon jó tényleg. Csak kár, hogy a sír a tenger közé építettek egy 2 méter magas fal. A légitársaság, amivel... Tehát, ugye ez a sok pénz semmi ész szindróma. A légitársaság, amivel jöttünk, hát rossz anyag helyzetben van, és vége az, hogy imádkoztam az úton, hogy ne akasztjanak, amikor ott vagyunk, mert 10 kilométer magas. Remélem a közönség is egyetért ezzel, biztonságban. Vigyázzatok!